Az állványt készítik elő a katonák, hogy a temető kapuját is lefesthessék. De nem csak a kapu, a temető teljes területe megújul. Közel 2 hétig dolgoznak itt a katonák minden nap. Ingolstadt város körzetéből 11 német tartalékos katona érkezett Székesfehérvárra, hogy részt vehessen a programban. A német-magyar barátság, valamint a háborúban elesettek emlékének tisztelete hozott minket ide Székesfehérvárra. Fontos, hogy gondozzuk a temetőt. A közös programban résztvevő 11 magyar katona a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezredállományában szolgáló önkéntes területvédelmi tartalékosok közül került ki. A magyar-német csapat ellátogatott a városházára is. A katonákat Lerner Zsolt alpolgármester fogadta, majd bemutatta a dísztermet és a város történelmét. Sajnos egy háborúban, hogy előfordulnak halálesetek is, sajnos vele járója, és nyilván az ő emlékük ápolása az mindkét nemzet számára fontos. Fontos, mert a német katonák azok itt Fehérvárról lelték az értelmetlen halálukat. A közel 2 hetes közös munka megemlékezéssel zárul majd. Addig a katonák minden nap ellátogatnak a Szentlélek temetőbe, és ott reggeltől kora délutánig dolgoznak a hősök előtti tisztelet jeleként. A temetőben az 1. és a 2. világháborúban elesett magyar, valamint mintegy 4000 német katona nyugszik.